bizonyára észrevették a kedves nagy dorogi tévénézők, hogy kiplakátoltuk a falut, ugyanis május 27-én, tehát pünkösd utáni vasárnap, este 6 órakor lesz egy nagyon szép és nagyon tartalmas koncert a nagydorogi református templomban. Mészáros János Elek magánénekest várjuk Nagydorogra, aki Simándi díjas, Szenes Iván művészeti díjas, és ő nyert a 2012-es Csillag születik tévés vetélkedőt is. Hát ő ilyen magyar operetteket, hazafias énekeket énekel, nagyon szép hangja van, és közötte nagyon tartalmas, jó összekötő szövegeket mond. Ő egy keresztény értékeket valló ember, és hát nagyon tartalmas estének nézünk elébe. Ez egy jótékonysági koncert, amelynek lehetne az is a mottoja, hogy kultúrát vidékre. Ugyanis hát a református egyháznak is az a célja itt Nagydorogon is, hogy évente legalább egyszer el tudjunk hozni a gyülekezetbe és a templomba is egy olyan művészt, amely a lelkünket is építi, tehát lelkileg is építő az ő művészete, de kulturálisan is. És hát sikerült egy éve lefoglalni ezt a magánénekest, Mészáros János Eleket, és hát épp tegnap előtt beszéltem vele telefonon, ő is nagy örömmel készülődik Nagydorogra. A belépődi a szabad perses adakozás formában történik, azért tudni kell, hogy körülbelül 1000-1500 forintba kerülne egy jegy, de hát mindenkire rábízzuk, aki többet tud adakozni, azt megkérnénk, hogy adakozzon többet, akinek nagyon megérinti a lelkét, aki talán kevesebbet tud adni, azt is szeretnénk kizárni, azt is szeretettel várjuk, és utána, a műsora után, ez körülbelül egy órás műsor lesz, meg lehet vásárolni az ő CD lemezeit, 2000 forintba kerül egy CD lemez, és nagyon szívesen névre szólóan dedikálja a művész úr. Úgyhogy felekezeti hovatartozástól függetlenül nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Május 27-én, pünkösd utáni vasárnap, este 6 órakor a református templomba erre a Mészáros János Elek jótékonysági koncertre.